Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét, a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öreg fiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Visszavágott az őszi vereségért az atomerőmű KSC Szekszárd hazai környezetben a ZTE csapatának, mely az első meccsen 8 ponttal bizonyult jobbnak. A várakozásoknak megfelelően most is szoros csata alakult ki az utolsó játék részben. Ez a 10 perc ugyanis egyenlő állással kezdődött. Egy szekszárdi védekezésváltás, egy-egy kulcsember villanása megtörte az etét, és 6 pontos szekszárdi győzelem született a rangadón, így helyet cserélt egymással a két csapat a harmadik, illetve a negyedik helyen. Kedves kis díját az ünnepség vezette fel a hétvégi azomerőmű KSC Szekszárd Zalaegerszegi féje női NB1-es A-csoportos kosárlabda mérkőzést a szekszárdi városi sportcsarnokban. A Tolna megyei kosárlabda szövetség ugyanis megválasztotta az év Tolna megyei női játékosát, illetve edzőjét 2018-ban. Mindkét díj Szekszárdon talált gazdára. Az év női kosárlabdázója Gereben Lívia a KSC Szekszárd U20-as korú játékosa lett 2018-ban. Az év edzője Tolna megyében pedig a szekszárdi csapat vezetőedzője Gyoki Zsejko, aki mint ismeretes magyar kupa győzelemig és bajnoki ezüstéremig vezette csapatát. A díjakat dr. Sólyom Boldog, a Tolna megyei kosárlabda szövetség elnöke és Szekszárd város polgármestere Ács Rezső adták át a két sportembernek. Nem volt elég csak jó játszani, az Zalaegerszegi TL-re ugyanis jellemzőek azok a csapat, illetve egyéb szakmai erények, mint a KSC Szekszárdra. Noha a szekszárdi csapat összességében anyagerősebb és hosszabb a kispadja is. Már-már úgy tűnt, nem lesz elég csak McCall-t, Bishopot levédekezni a palánk alatt az alaiaknak, hisz középtávolról és a hárompontos vonalon túlról is legalább három játékos remekül dobott a hazai csapatból. Igaz, gyorsindításokból, megnyert egy az egyekből, a 2-2-k utáni bontásokat követően kialakult zicserekből kosarakat szereztek a tiszta kékek. Így a Szekszárd előnye nem volt több 5 pontnál a félidőben. A harmadik negyedben még keményített a védekezésén az ZTE, Parker, az amerikai center szedte a lepattanókat, és gigászi csatákat vívott a szekszárdi erőcsatárral, Erika McCall-al, miközben Kozair és Szalai vezérletével duplákat, triplákat süllyesztettek el a szekszárdi gyűrűben a vendégek, általában gyors indításokat követően. Egál a harmadik negyed végén felsziszent a hazai publikum. Nagyon sok olyan kosarat tudtak dobni, amilyen utolsó másodperces volt, nagyon sok támadó lepattanót szedtek, és szerintem ugye ez volt az a... Tehát alapvetően úgy gondolom, hogy tényleg, hogy azért jól védekeztünk sokáig, de utána mindig volt, hogy egy ilyen plusz hiányzott volna még, hogy egy szabad labdát mi szedjünk össze, egy lepattanót mi szedjünk össze, meg vagy egy befutásra figyeljünk, és ebből az elején úgy gondolom, hogy ebből tudták tartani, meg ugye volt egy pár gyorsindításuk a mi eladott labdánkból, és ez miatt volt az, hogy így tartották magukat. Ahogy az idei bajnokság valamennyi eddigi nehéz mérkőzésén a kritikus pillanatokban most is remekeltek a szekszárdi kulcsemberek. A védekezés váltás egy más típusú zónára, ez mindenképpen Gyokic edző érdeme, megzavarta az ellenfelet szemmel láthatóan. A palánk alatt gyümölcsöző McCall-Bishop páros kapcsolat jó voltából is 64-58-ra a KSC nyerte a rangadót, és visszaelőzte a ZTE-t a táblázaton, újra a szekszárdi csapat a harmadik, az alapszakasz 13. fordulója után. Alapul nagyon elégedett vagyok, hogy dolgoztunk védekezésben mindenben, csak sajnálom harmadik negyed, mikor vezetünk több mint 10 pont, cserejátékosok, mikor nem észrevettek, hogy bónuszban vagyunk, ott csináltunk valami olyan, hogy mondom, olyan faulokat koncentráció nélkül, hogy segítettünk Zalaegerszegnek, hogy dobja könnyű gólokat, és hogy visszajön ritmusban. Kár, hogy ott nem voltunk kicsit koncentrálva, mert ott tudtunk eldönteni meccset, és csinálni nagyobb különbség, de alapul elégedett vagyok, és látom sok olyan jeleneket, amit lehet építkezni tovább.
Kár, hogy ősszel héttel kaptak ki a szekszárdiak Zalaegerszegen, így a végén azonos mutató esetében egy ponttal az összesítésben a ZTL lenne a kedvezményezett. Ha minden jól alakul, a héten lezárulhat az atomerőműesek kosárlabda csapatánál a légiós kérdés. Az ötödik külföldi játékos Amir Williams lehet, amennyiben megfelel a fizikális és orvosi felméréseken. A tabellán elfoglalt helyük sem valami kecsegtető a paksiaknak, ahol edzőváltás is történt. Schmidt Béla helyett Jan Pavlik vette át a vezetőedzői teendőket a csapatnál. Nem túl szerencsés légiós kérdésben a Paks. Az atomerőmű SE férfi kosárcsapatánál egyelőre jönnek-mennek a külföldi játékosok. A szezon elején leigazolt és bevált Shannon Evans télen sérülés miatt távozott a csapattól, bár őt visszavárják szeptemberben. Helyére érkezett a Falco KC korábbi játékosa, Julian Norfleet. Majd Hentonnal meglett az ötödik légiósa is Paksnak. Ekkor úgy tűnt, lezárult a külföldi játékosok mozgása, de tévedtünk. Trajkovszkival akadt gond, mint kiderült, nem is új keletű probléma. Trajkovszki egy nagyon kiváló játékos, ugye országában a legjobb tulajdonképpen a döntések alapján, a számok alapján. Viszont úgy éreztük, és ez már egy hosszabb folyamat, hogy nem tudott szerkezetileg beépülni a csapatba. Valószínű, hogy egyrészt az a játék stílus, amit szerettünk volna vele játszatni, az nem feküdt annyira neki. Ez valószínű, hogy frusztrálta is valamennyire, nem érezte helyén magát. Másrészt pedig ebben közre játszott az is, hogy a csapaton belül sem találta meg a helyét hangulatilag, és ez ahhoz vezetett, hogy időnként a csapatba feszültségek voltak. Én nem akarom ezt az ő nyakába varni, de minden tényezőt figyelembe véve úgy döntöttünk, hogy váltanunk kell. És a váltás meg is érkezett. Joseph Luál Akuil, Ausztrál-Szudán kettős állampolgárságú 213 centis center személyében. Azonban nem sokáig örülhettünk. Az izraeli élvonalból kölcsön kapott 24 éves fiatalember postafordultával mehetett is vissza Jeruzsálembe, ugyanis nem felelt meg a kötelező fizikális és orvosi felméréseken. A döntést az atomerőmű SE vezetősége hozta meg, olvasható az Egyesület honlapján. Így tovább folytatódik a légiós kérdés az SE kosarasainál, bár szorít a cipő. Az átigazolási időszak február 22-én lejár, arról nem beszélve, hogy a jelenleg 10. helyen álló paksiak igen messze kerültek a rájátszástól. A 8-ba kerülés egyre távolabbi reménynek tűnik számukra. Bár 7 forduló még hátra van, és mint tudjuk, a remény hal meg utoljára. Mint ahogy légiós kérdésben is, ugyanis ha sokadjára is, de megvan az 5. légiós, Amir Williams 26 éves, 211 centis amerikai center személyében. Amennyiben megfelel a fizikális és orvosi felméréseken, a szezon végéig szerződést kötnek vele. Fogalmaz most már óvatosan az Egyesület honlapja. Ahonnan azt is megtudhatjuk, hogy február 12-i hatállyal az atomerőmű SE felmentette Schmidt Bélát a férfi kosárlabda csapatnál betöltött vezetőedzői megbízatása alól. További intézkedésig a vezetőedzői feladatokat Jan Pavlik látja el. A szekszárdi jégkorong mobil pályás körülmények között is fejlődik, különösen azóta, amióta Kakas Krisztián volt első osztályú játékos és edző vette át a szakmai munka irányítását. Amellett, hogy U8-as és U10-es csapatai vannak, évek óta a szekszárdi jégmadarak névre hallgató klubnak erre az évre összeállt a legfelkészültebb U12-es korú játékosokból egy olyan csapat, melyet bátran beneveztek az idei országos nagypályás serdülő bajnokság harmadik csoportjába. Az eddigi meccsek azt mutatják, több mint helytállnak a jobb lehetőségekkel készülő, idősebbekből álló csapatok ellen a szekszárdi jégmadarak. A szisztematikus, céltudatos minőségi munkának van értelme abban az esetben is, ha csak 3 hónapon át lehet rendszeresen edzeni, és azt is egy mobil jégpályán, arra például a szekszárdi jégmadarak legfelsőbb korosztályú csapata. A kezdő, illetve kezdő kettőből nőttek ki a srácok. Már a 4 éve Dunaújvárosból érkező szakember volt OB1-es játékos Kakas Krisztián irányításával pallérozódnak.
Ő vezényelt edzést annak a 8 gyereknek is, akik ott jártunkkor jelen voltak, ebből az U14-es korosztályban már elinduló, fiatalabbakból álló csapat játékosainak. A kis Szekszárd egyáltalán nem játszik alárendelt szerepet a hozzá képest nagyvárosi más lehetőségű csapatok között, sőt, vitézkedik is gyakran. Ebben a szezonban most már vannak kézenfogható jelei ennek a változásnak, mert idén van az először, hogy az U14-es bajnokságba el tudtunk indulni, úgy, mint szekszárdi jégmadarak. Ezekből a településekből mi vagyunk az egyetlen ebben a szezonban, akik nagy pályán tudnak szerepelni, azaz 20 mezőnyjátékost ki tudunk állítani a mérkőzésekre és két kapust. Tavaly sikerült ennek az alapjait megteremteni ezzel az úgynevezett U14-es kispályás bajnoksággal, ahol ugyanúgy, ahogy az U8-as, U10-es korosztályhoz hasonlóan 3x3 gyerek játszotta a bajnokságot, és, vagy a mérkőzéseket, és ebbe a bajnokságban a második helyezést sikerült elérnünk az országba, úgyhogy erre gondoltunk, hogy merünk nagyot álmodni, és idén megpróbáltuk a nagypályán való játékot. Beneveztek hát a nagypályás serdülő bajnokságba. Noha nagy pályán akkor edzenek a szekszárdi gyerekek, ha valahol edzőtáboroznak, vagy éppen meccselnek. Hogy ugyanúgy országos bajnokságba játszunk, mint eddig, ami három csoportra van bontva. Természetesen első évesként mi a harmadik csoportba szereplünk, amivel igazából nincs is probléma, mert olyan csapatokkal játszunk, mint a Debrecen, mint a Szigeti Bikák, akik Pest mellett igazából korlátlan gyereklétszámból gazdálkodhatnak, a Kiskörös, aki a szerb csapatokkal vagy gyerekekkel van teletűzdelve, van egy hatvani csapat, aki pedig a Ferencváros csapatával van kapcsolatba, és igazából ennek a bajnokságnak a közepén szereplünk, úgyhogy azt mondom, hogy a gyerekek mindent megtesznek. Jár a gratuláció, hiszen már 10 évvel ezelőtt megfogalmazódott, jó lenne belátható időn belül eljutni az első önálló szekszárdi gyerekcsapathoz, amely szervezett országos bajnokságban szerepel. Íme itt van. Kár, hogy hiteles pálya hiányában nem láthatja a közönség ezt a már komolyan hokizó gyerekcsapatot, ami késik persze az ezúttal sem múlik. Kakas Krisztiánnál noha folyamatosan kapja a mostaninál minden szempontból jobb ajánlatokat, még a jégkorong fellegvárakból is, jelekből ítélve nem a pénz számít. Kötődik már a városhoz, különösen a gyerekekkel, és egy picit talán Szekszárdhoz is már. Akik itt vannak, gyerekek, az most már az én kezem munkája, és hát a mi kezünk munkája az edzőtársaimmal. Másrészt pedig a Jégkorong Szövetség a Nemzetközi Szövetség felé tett egy olyan kijelentést, hogy Magyarországon minden megyeszékhelyen fedett jégpályának kell lennie. Hát most tegnapi nap folyamán volt nálunk a Jégkorong Szövetségnek az illetékese, és igazából kecsegtetett minket azzal, hogy lesz jégpálya, mindenféleképpen lesz jégpálya. Pontos dátummal ugye nem tudnak sose szolgálni, de azt mondták, hogy 2020 év végére remélhetőleg itt egy Jégkorong Szövetség által felépített jégpálya lesz. És teljesülhet Kakas Krisztián a szekszárdi jégmadarak szakmai vezetőjének álma. Egy 30-as létszámú U8-as korosztály, amiből sokan maradhatnak az U10-re is. És a piramis ilyen fokú szélessége már magában hordozhatja egy önálló saját, nem csak U14-es, hanem U16-os szekszárdi jégkorong csapat megszületését is. Meghálálja a bizalmat a szekszárdi Gemenc judóesek két tehetséges U12-es fiú versenyzője, Sárosdi Ákos és Hilber József. Ahogy azt évelei riportunkban ígérték, legközelebb csak a győzelem lesz elfogadható számukra. Valóban szavatartó a két új hullámos szekszárdi judóka, az év egyik kiemelt versenyéről, a Diákolimpiáról mindketten győzelemmel tértek haza. Látszottra, mintha mi sem történt volna. Úgy gyűri magát ára bemelegítésnél a Gemenc judó két friss diákolimpiai bajnoka, a kék felsőben gyakorló Sárosdi Ákos és a szomszédságban szintén fekvő támaszozó, ezáltal erősítő Hilbert József, aki a magasabb súlycsoportban lett szintén diákolimpiai bajnok. Annyi korábbi második-harmadik hely után egy értékmérő, fontos, az útjukat kijelölő sikerrel indult számukra az év. Hilbert Józsi azt mondja, nem is maga a sikeresen megvívott döntő, hanem az odáig vezető úton megvívott meccsek voltak számára a legnehezebbek, ezáltal a legemlékezetesebbek is. Például a Csorba János elleni, amelyen fordítania kellett. Amire készültem, amikor hátradöntöm, ugye nem jött be, más nem lépett be arra, és
azért meg kellett volna húznom azt a kezet, és úgy kellett volna megdobnom, de eléléptem a lábbal, és úgy meglepett ő is valamiben, de te is túl készültél belőle. Igen, ő is megdobott. Aha. És akkor tulajdonképpen mi döntött végül is az utolsó fél perc, egy perc, hogyan dőlt a lábad? Megdobtam egy iparra. Ennél nincs jobb, hatásosabb ebben a sportágban, ő mármint Hilbert nyert, és Ipponnal. A kis Sárosdi papírforma győzelmekkel indított, az 50 kilóba még igazán nem beleerősödött ellenfelekkel szemben. A középdöntő már felettébb izgalmas volt. Egy Vazalival sokáig vezetett az ellenfél. Utána pedig megdobtam, és kifeszítettem a karját, és így megnyertem. És nem volt tovább, Ipponnal egyenértékű volt ez a Sárosdi akció. Szepesi József vezetőedző a rá nem jellemzően, majdnem maximálisan elégedett volt a srácokkal, és úgy általában a másik két csapattaggal is. A diákolimpia az ebben a korosztályban, az utánpótlás korosztályban, a magyar bajnokság után az egyik legfontosabb, legjelentősebb verseny. Ennek tükrében csak azokat a fiatalokat vittük el, akik valamilyen szinten esélyesek a dobogóra, illetve pontszerzésre. Négy fővel mentünk. Nagykörösön volt ez a verseny. A eredményeink azok várakozáson felül sikerettek. Hogy egy aranyéremben nagyon bíztam, a két kiemelt versenyzőnkből bejött mind a kettő, hál' Isten. A Metzger Botond is nagyon szépen szerepelt, de el kell mondanom, hogy a harmadik meccsén ő neki eltörött az ujja egy szabálytalan fogásból eredően, és utána még nyert egy meccset, majd a következő meccseit már ugye fájdalomtól nem tudta végigvinni, végigvitte, nem tud koncentrálni, és így ő hetedik lett. Móga Martin egy nyert, egy vesztett meccsel helyezetlenül zárt. Az aranyaknak már most úgy tűnik, hogy a közeljövőre nézve is van fedezete. Kezdeném talán Sárosdi Ákossal, súlycsoport miatt, és ugye alacsonyabb súlycsoportba megy. Ő bebizonyította, hogy a magyar mezőnybe a legjobb, 50 kilóban. Minden ellenfelét nagyon magas szinten Ipponnal verte. A Hilbert Józsefről ugyanez elmondható. Neki talán annyival kicsit jelentősebb a sikere, mert a tavalyi magyar bajnoka kezdett, aki a döntőbe jutásért tavaly kikapott tőle. Most nagyon gyorsan, nagyon határozottan megverte. Utána ment a döntőbeli emberkével, akivel ugye tavaly nem mehetett, mert másik ágon voltak, azt is simán leiskolázta, és utána volt még két nyert meccse, úgyhogy ők állítom, hogy a magyar mezőnybe súlycsoportjukban most jelen pillanatban a legjobbak. És hogy ez tartósan fent maradjon, ezért a heti öt edzés, ahogy mondani szokás, alap mindkét új hullámos szekszárdi gyúdokánál. Pécset mérkőztek meg a legjobb magyar U23-as korosztályú birkózók. A hétvégi országos bajnokság egyben kvalifikációs verseny is volt, ahol a sportolók értékes olimpiai pontokat gyűjthettek. A verseny keretein belül az utóbbi évek legeredményesebb hazai klubjával írt alá együttműködési megállapodást a PTE Peac birkózó szakosztálya. Nem csak a nagyok, hanem a fiatalok is megmérkőztek egymással hétvégén az egyetem sportcsarnokában. A PTE Peac birkózó szakosztálya rendezte ugyanis az U23-as szabadfogású országos bajnokságot, melynek keretében gyerekversenyt is tartottak. Eddig egy meccsem volt, azt nyertem, elég nehezen, és eddig még ennyi. Apukám, Törőcsik Zoltán, ő Szerbiában birkózott, és ott is, és ugye ő birkózott, és én is szerettem volna továbbvinni a családban a birkózást. 2017. januárjában alakult újjá a PTE Peac birkózó szakosztálya. A legkisebbektől a felnőttekig minden korosztályban vannak versenyzők az egyesületnél. A cél, hogy újra a birkózás egyik fellegvára lehessen Pécs. Eddig nagyon-nagyon parádéznak, folyamatosan, nem percet sem tudunk pihenni szinte, ugrálunk egyik szőnyektől a másikig, és szerencsére betartják azt, amit edzésen tanultak, és olyan ötletek születnek, amikre nem is gondoltunk. Ez a verseny direkt úgy lett kialakítva, hogy négy fős csoportokba kerüljenek, így mindenki tud legalább három meccset birkózni, és mindenki érmet kap. Tehát mindenki sokat birkózik, és mindenki remélhetőleg jó élményekkel megy haza. A szakosztály történetének első rangos hazai versenyét 2018 tavaszán rendezték, ahol rögtön pécsi siker született. Most újra az egyetemen birkóztak az ország legjobb U23-as versenyzői. A megmérettetés egyben világ- és Európa-bajnoki kvalifikációs verseny is volt. Az U23-as magyar bajnokságra itt van az elit, 120 fővel,
és 140 fővel pedig a gyermekverseny. Sokkal nagyobb igénylet volna rá, ezek a lehetőségek, teremadta lehetőségek, nagy a csarnok, maximum 4 szőnyeget tudtuk lerakni, ezért egy meghívásos versenyről beszéltünk, ez is volt tervezve. Tulajdonképpen maximálisan illeszkedik a programunkba. 2 éve alakultunk, toborzásról beszélünk még, folyamatosan van egy programunk, benn vagyunk az iskolákban, meg tudjuk mutatni a gyerekeknek, szülőknek, testnevelőket látok itt, honnan, hova lehet eljutni. A PTE PEAC birkózó szakosztálya jó kapcsolatot ápol a Harkányi Mentőhajó Alapítvány sporttáborával. A civilek célja, hogy segítsék a hátrányos helyzetű fiatalok sportkarrierjét. Arra vagyunk hivatottak, hogy a környező falvakból a hátrányos helyzetű gyerekeknek megmutassunk egy-két irányt a küzdő sportok felé. Ennek a kapcsolatnak is nagyon örülünk, ami a PEAC birkózó szakosztályának tudtunk segíteni, hogy szponzor lettünk, hiszen ez az egyik fő hivatásunk a sportmentés. Hát tulajdonképpen a küzdősportok összes ágával foglalkozunk, itt beleértve a Thai box, a kempó, a karate, az ökölvívás ugye természetesen, most már ugye a birkózás is hozzájött, de tulajdonképpen Harkányban a sporttáborban minden táborozó megtalálja magának megfelelő utat, hiszen rengeteg kézilabdás csoportunk van, úszós csoportok vannak, akik táborozni jönnek és sportolni jönnek hozzánk. A versenyen meglepetéssel is szolgáltak a szervezők. Az utóbbi évek legeredményesebb hazai klubjával, a Dorogi Nehéz Atlétikai Klubbal írt alá együttműködési megállapodást a PTE PEAC birkózó szakosztálya. Ha engem meg, hogy gratuláljak Pécsnek, Nagy Norbertnek és Kuller József barátomnak. Nagyon nagy munkát végeztek, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen komoly birkózó életet varázsoltak Pécsen. Az én klubom, a Dorogi Nehéz Atlétikai Klub, bátran állíthatom, hogy az ország egyik legkiemelkedőbb küzdősport szakosztálya, mert az ászlóthajó birkózás mellett még van 5 más küzdősportunk is, kiokusinkai karate, kempó, MMA, aikido, sumo. Régóta van meg a kapcsolatom Norberttel, együtt gyerekeskedtünk, még utánpótláskor együtt is versenyeztünk, bár sosem voltunk egymás ellenfelei. Norbert azzal a kérdéssel fordult hozzánk, hogy kicsit mentoráljuk az itteni építkezést. Örömmel tettem neki eleget, és tettünk eleget az edző kollégáimmal. Nagyon jó úton haladnak, nagyon sok munkájuk van benne, amit most végül is egy keretbe öntöttünk a mai nap, hogy egy megállapodást írtunk alá a PEAC és a Dorogi Nehéz Atlétikai Klub között, ami abból áll, hogy egymást segítjük az érdekképviseletbe, tehát a Magyar Birkózó Szövetség felé. Egymást segítjük a csapatbajnokságokon, ha valaki kölcsön szeretné kérni a másiknak a versenyzőjét, természetesen elsőbséget élvez vagy a PEAC, vagy a Dorog. Ezen kívül az utánpótlás továbbtanulását is próbáljuk segíteni azzal, hogy aki egyetemre főiskolára akar jönni, az a PEAC-on keresztül a Pécsi Tudományegyetem tudjon tovább tanulni. A márciusi újvidéki korosztályos Európa-bajnokság pécsi válogatóján közel 100 birkózó csapott össze a 10 súlycsoportban, melyekből a legtöbbet a csapatpontversenyben is az élen végző budapesti honvéd nyert meg. A 4 honvédos bajnoki cím mellett 2 nyert az Újpest, valamint egyet-egyet a Csepel, az SMTK, a Haladás és a Sziget-Szent Miklós. A Futapécsese ismét megrendezte a Szederkény Bój 100 km elnevezésű versenyét. A teljes távra 31-en neveztek, de többen 1 vagy 2 kört teljesítettek, illetve néhány kilométerre is be lehetett csatlakozni a futókhoz. A rajt reggel 6 órakor volt, és a legjobbak 10 óra alatt futották le a távot. Voltak olyanok is, akik kerékpárral vállalták az embert próbáló megmérettetést. Ha február, akkor 100 kilométer. A baranyai futók jól ismerik már ezt a különleges versenyt, de hogyan kezdődött? Ez egy nagyon kellemes történet. 60 éves elmúltam, Varjú Vili pedig 63, ez nem titok, és ezelőtt 5 évvel azt találtuk ki, hogy szerintünk mi le tudunk futni 100 kilométert egybe. És akkor nekiálltunk Szederkényből indulni, és Szederkénybe jöttünk vissza Bojon keresztül. Sok futótást kísért bennünket 20 kilométerre, 40 kilométerre. Így kezdődött. És ebből lett az, hogy a következő évben 5-en elkísértek bennünket, és most 31 fő nevezett a 100 kilométerre itt Bój és Szederkény között. Ez egy teljesen fakultatív pálya, meg rendezvény, igazából ugye nem verseny vagyunk, bár már van hivatalos időmérés is. Az első kör az 55 kilométer, a második kör az 45 kilométer, majdnem, 2 kilométerre több, de ez titok. Ezt nem kell tudni a futóknak se, tehát 102,5
kilométert fognak körülbelül futni, és ezen kívül, aki becsatlakozik 20 kilométerre, vagy 30 kilométerre, az megteheti ezzel segítve azokat, akiknek már 55 után lankad egy kicsit a lendületük. A 100 kilométer rajtja reggel 6 órakor volt, de többen a második körre csatlakoztak a futókhoz. Nekik meg kellett várniuk, míg az elsők beérnek, akkor rajtolhattak el a 47 kilométerre. Egy fél éve hallottam erről a futásról, ezen még nem voltam, eddig egy maratont futottam, úgyhogy ez lesz életem második maratonja. Hát megpróbálok egy egyenletes tempót futni, és akkor mi meglátjuk, hogy terepviszonyoktól függően, hogy milyen lesz az idő. A biciklivel jártam már sokat rajta, úgyhogy vannak élményeim róla, vannak kisebb dombok, úgyhogy óvatosan kell bánni ezzel a távval. Hát a falu neveket nem tudom, de hogy a 20-25. Kilométernél vannak már kisebb emelkedők, ami úgy autóból nem nagynak tűnik, de azért majd megfutva keményebb lesz. Én megpróbálok egy sajátot menni, sokat szoktam hosszút futni, és inkább az állandó tempóra vagyok beállva, úgyhogy. De hogyha valakihez tudok társulni, szívesen megyek bárkivel. Nem is kellett sokat várni, az első futó meg is érkezett a célba. Dietrich András alig több mint 4 óra alatt teljesítette az 55 kilométert. Felesége biciklivel kísérte végig a futót, aki nem ment tovább a második körre. Mentünk csak, aztán frissítés jó volt, az idő jó volt, ez a 4-5 fok, ez pont jó erre, úgyhogy görcsösödés nem volt. Minden másnap szoktunk elmenni futni, átlag az olyan 8 és 12 kilométer között. Hétvégente azért ilyen 20-40, de ennél hosszabbat egyszer-kétszer futottam csak eddig, úgyhogy ez egy jó kis táv volt. Mohács után már azért bent megy, falvas részeken, erdők mellett, ott az azért kellemesebb volt, mint itt a főút mellett futni. Egy óra múlva megérkezett egy 4-5 fős boly is, köztük Horváth Kornéliával, aki elsőként ért célba a hölgyek között. Ő is az 55 kilométert vállalta. Nagyon élveztem. Igazság szerint a 42-ig egészen jól ellavíroztam, sőt azt gondolom, hogy itt szinte úgy érzem, hogy repülök, és akkor utána azért volt egy kisebb megzuhanásom, de élveztem alapvetően. Időjárásod elég hideg volt, így konkrétan rám fogyott a cucc, ugye köd volt, ez így ráült a kesztyűmre, úgyhogy egy ilyen, szerintem én tiszta deres lehettem, én azt gondolom, szerintem az arcom is. Úgyhogy hűvös volt, de amúgy jó futóidő szerintem. Igyekszem olyan heti 70 kilométer körül futni, most a múlt évem az nem annyira jól sikerült a tekintetbe, kicsit rapszódikus lett, de azt gondolom, hogy körülbelül ennyi azért kell. Voltak olyanok is, akik egy gyors frissítés után mentek tovább a második körre. Az első 55 kilométer kifejezetten jól esett, jól érzem magam, és hát megyek, ameddig tudok, aztán utána meg sétálás, meg lassú kocogás. 40 és 48 között mondjuk. Ott volt egy ilyen hosszú egyenes, ami sajnos elég lélekölő volt, úgyhogy ez nehéz volt. De aztán utalértem társakat, és akkor velük végigbeszélgettük az egészet, úgyhogy túl lehetett lendülni rajta. Igen, tavaly itt voltam, igen, és sikerült tavaly végigfutni a százat, ezért mindenképpen úgy gondoltam, hogy itt a helyem idén is. A leggyorsabbak 10 óra alatt futották le a 100 kilométert. Ennyi fért mai sportműsorunkba, jövő kedden találkozunk, viszontlátásra!